Öt pontos agrárintézkedési csomagról döntött a kormány. Mostantól minden Ukrajnából behozatali tilalom alá eső élelmiszert be kell jelenteni. Plusz forrást ad a kormány az Agrár Széchenyi Kártya programhoz. A beruházási programban hazai forrás is jár a gázolaj adója pedig visszaigényelhető lesz. Gábor is vendégünk folytatja. Vendégem pedig Jakab István, a magos elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! A láttuk a részleteket, egy öt pontos intézkedés csomagot fogadott el a kormány, ennek az egyik legfontosabb eleme az Ukrajnából származó termékekre vonatkozik. Egy bejelentési kötelezettség, minden, minden termékre. Mondjon példákat, hogy talán nagyságrendben, hogy mely termékeket érinti leginkább ez az intézkedés. Egy nagyon pici előzményt azért annyit mondjunk el, hogy hadigazdaság van ennek a Ukrajnában, nagyon nagy a korrupció, és az Ukrajnában zajló háború során történő termelés hasznát, azt nem az európaiak, hanem az amerikaiak zsebelik be, és az általuk támogatott nemzetközi nagy befektetők. Tehát innen indul az egész, és nem csak az Ukrajnából származó termékek esetében van gond, hanem Ukrajnából többi tagállamba áramló termékek szépen fokozatosan a magyar piacot is elárasztották. Nem csak az ukrán határon érkezik be, hanem a szomszédos országokon keresztül is, főt Schengenen keresztül is. Ezért nagyon izgalmas a kérdés. Tehát 23 termékre Magyarország egyébként is egyoldalúan bejelentette az importkorlátozást, szemben azzal, amit az Európai Unió döntött, még pedig az, hogy vámmentesen jöhet be az Ukrán nem csak gabona, hanem egyéb termékek, például hús, tojás is az Unió területére. Nos, mi a következő, a magyar kormány a következő intézkedést hozta, úgy döntött, hogy nem csak Ukrajnából, hanem a szomszédos, tehát valamennyi külföldi országból beérkező termék esetében importregisztrációt vezet be, azaz köteles, köteles bejelenteni, hogy honnan származik, milyen terméket, és nem csak a vevők kötelesek bejelenteni, hanem a szállítmányozók is. Tehát egy tiszta helyzet, tiszta képet akarunk. Például elindul egy szállítmány Romániából, például rájövünk ugye, hogy átokmányolt, tehát ukrán termékről van szó, az okmányokat már szépen átírták, már román termékként jön be, példa, tehát nehogy megsértődjenek a románok, lehet bármelyik ország, akkor innentől kezdve nyomon lehet követni a terméket, és tudjuk, hogy az ukrán termék hogy egy ilyen szabályozással akkor tulajdonképpen alkalmazhatók a magyar egészségügyi és behozatali szabályok, amelyek hát az előállítás helyszínén Ukrajnában nem érvényesek, egy jóval kedvezőbb és olcsóbb körülmények között tudnak előállítani dömpingáron, dömping mennyiségben termékeket, és aztán, ahogy ön is említette, válmentesen hozhatják az Európai Unióba. De ha van egy ilyen szabályozás, ha jól értem a dolgot, Magyarország esetében akkor a magyar szabályok alkalmazhatók. A magyar szabályok alkalmazhatók, hát nyilván itt még lesz komoly vita az Európai Bizottsággal, de tulajdonképpen ebben a regisztrációban nem tudnak belekötni. A regisztrációban nem tudnak belekötni. Azt gondolom, hogy Magyarországnak joga van a magyar emberek egészségét védeni. Köszönöm, hogy az egészséget szóba hozta. Tehát az, hogy Ukrajnában semmilyen feltételnek nem kell megfelelni, sőt, a háború során keletkezett egyéb szennyezések is terhelik ezeket az élelmiszereket, és egyébként nemrég a, a médiában láttuk a hírt, hogy szalmonellával fertőzött baromfiústól emberek haltak meg. Tehát azt gondolom, hogy éppen ideje, hogy odafigyeljünk arra, hogy az emberek egészségét ezáltal tudjuk leginkább védeni. Hát mi mást hoznék szóba, mint az egészséget, hogy az élelmiszer az egyik legfontosabb bizalmi kérdés, hát én vásárlóként abban kell, hogy megbízzak, ami a boltok polcain van. Az önök felelőssége, hogy az kerüljön oda, ami nem ártalmas. Mi meg is tettük, a mi felelősségünk az, hogy beszéljünk erről, bemutassuk. Természetesen az Európai Uniót ez a bizottságot ez nem zavarja. Tehát a harmadik országokból berkező termékek az unió területére nem kerülnek erős kontroll alá. Bizonyos kontroll van, de ez egy minimális elhagyás. Váltsunk néhány szót a további intézkedésekről, és ugye ez egy öt pontos intézkedés csomag, amelyet az agrárminiszter bejelentett. Számomra nagyon fontosnak tűnik az Agrár Kártya Program kibővítése egy újabb több tízmilliárdos kerettel. Kik ennek a célcsoportjai, milyen fejlesztések tudnak ebből megvalósulni? Elsősorban az agrártermelők, ugyanis ahhoz, hogy valóban nemzetközi szinten is versenyképesek maradjunk, az adottságainkat, erőforrásainkat jó ki kell használni. Ehhez komoly fejlesztések szükségesek, korszerű technológiai rendszerek kialakítása, a vízgazdálkodás, vízhasznosítás terén komoly beruházásokra van szükség, de komoly beruházásra van szükség az élelmiszerfeldolgozó iparban is. Mert ha termelés, a termelés akkor ez hatékony és biztonságos, van egy feldolgozó ipar ami aztán közvetlen a magyar piacra és az exportpiacokra is magas minőségű termékkel tud megjelenni. A területalapú támogatások és az állatalapú támogatások kifizetését is fontosnak tartják, Ugye, hogy tulajdonképpen határidőre, vagy hogy még a nyári munkák megkezdése előtt történjen meg a kifizetés. Ez, ez mekkora munka, mekkora logisztikai feladat? Van olyan ország, aki őszintén bevallotta, hogy augusztusig bizonyosan nem tudják ezeket az összegeket kifizetni. Magyarország esetében nyilván hatalmas informatikai fejlesztést igényelt, nagyon komoly nehézségeken vagyunk túl, de megoldotta a kormány, megoldottuk úgy közösen kamarával, hogy egyetlen egy ember nem szenved egy centveszteséget veszteséget sem. Most ezen a héten indult meg, illetve a múlt héten indult meg a kifizető gyorsítása, átszervezések történtek, egy 50 milliárdos paket, paket most kifizetésre került, de május végéig további 300 milliárd forint kerül kifizetése. Ez elsősorban a termelés az összefüggésben, tehát területalapú támogatás, agrárkörnyezetgazdálkodási agrárkörnyezet programmal összefüggő kifizetések lesznek. Van itt még egy intézkedés, amely nagyon komoly versenyelőny lehet a gazdák számára, a gázolaj adó adótermék ter, adó kifizetése, hogy tulajdonképpen nagyobb összeg lesz visszaigényelhető a gázolaj vásárlásnál. Ez, ez egy komoly versenyelőny lehet a magyar gazdáknak. Ez így igaz. 97 liter gázolaj jövedék újját lehet visszaigényelni hektáronként. Most, és ennek most a 90 át már vissza lehet igényelni, ez újabb egymilliárdos forrástöblet a gazdálkodók részére. Csak a háttérként hadd említsem meg, hogy Németországban erről szól a vita, és a nagy demonstrációk erről szóltak, hogy a német gazdáktól ezt a lehetőséget megvonták, azt ígérték nekik, hogy majd más területen kompenzálják, hát annyira, hogy körülbelül a tizedét kapják meg kompenzációban, a többét pedig teljes körülön elvonják. Úgy érzem, hogy pontosan az a menet az a, az a támogatási rendszer, az a gondolkodás a kormány és a gazdák között, hogy amit lehet, azt nemzeti szinten biztosítsunk, bármit is akar az Európai Unió. Nyilván így volt az, hogy a támogatások 80, tehát a, a nemzeti támogatásokat 80 százalékra emelték, tehát az unió, amit engedélyezett, azt a magyar kormány kifizette már az átmenetek költségvetési időszakban, tehát a két éves átmeneti időszakban is gazdák így fel tudtak készülni. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, az az asszály, ami sújtott bennünket, a háború, ami sújt, de ennek ellenére egy közös gondolkodással, közös építkezéssel és az adminisztrációs terhek közös vállalásával, hisz itt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Magusz erősen beszálltunk, hogy minden gazdának tudjunk segíteni. Jakab István a Magosz elnöke volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen én a lehetőséget.